Sziasztok! Biztos ismeritek azt a közhelyet, hogy minden szituációban maradj pozitív, és találd meg az adott helyzetben azt, ami jó. Ugye most terem nélkül vagyunk, és nem nagyon tudunk edzeni, ilyenkor sokan kétségbe esnek. Én ebben a helyzetben is megtaláltam azt, hogy mi az, ami számomra jó. 2 évvel ezelőtt körülbelül elkönyveltem magamban, hogy én soha többé nem fogok szabad súllyal guggolni. Egyszerűen a gerincem nem bírta. Bármilyen terhelésnél, 50-60 kilónál már recsegett, ropogott, és azt mondtam, hogy nekem ez nem éri meg, kihagyom. Viszont most sokkal több időt tudtam szánni a rehabilitációra, lógtam denevérpadon, gyógytornagyakorlatokat csináltam, és eljutottam most 2 hónap után oda, hogy újra tudok guggolni. Ezt most azért meséltem el nektek, hogy lássátok, hogy minden szituációban meg kell oldani valahogy az edzést. Igaz, hogy most záró vannak egyenlőre még a termek, de találjátok meg a megoldást. Ne adjátok fel!